Csoki Mikulások sorakoznak a zsűri asztalon. Sok éves hagyomány, hogy a december elejé teremátlétika versenyen megajándékozzák a gyerekeket a szervezők. A Viadalta sportiskola futó folyosójában kezdték a tanulók, ahol 60 métert futottak, majd távolt ugrottak. Aztán a kislabdahajításhoz felöltözve az udvarra vonultak a csapatok. A három versenyszám értékelése után alakult ki a Mikulás kupa végeredménye. Távolugrás az 3,72 m, a 60 méter az 9,72 m, és a kislabda meg 23 méter. A Mikulás kupa a Pécsi Diáksport Bizottság évek óta visszatérő rendezvénye, melyre pécsi és Pécs környéki iskolák jelentkeznek. Általában így a téli szezonban két terematlétikai versenyt szoktunk rendezni, a felső tagozatosoknak, 5.-6.-osoknak, egyet meg ennek a korosztálynak. Hát nyilván a kicsiket kötjük inkább a Mikuláshoz, a nagyobbak majd februárban mérik itt föl, vagy a tudásukat, illetve egy kicsit versenyeznek ebbe a hosszú téli szünetbe, legyen azért mivel foglalkozniuk. Hát ez is a célja ennek a mai versenynek. Ez a teremátlétika verseny jó szintfelmérő a testnevelők számára, hiszen hamarosan el kell kezdeni a felkészülést a tavaszi diákolimpiai fordulókra. Egyrészt szintfelmérő, másrészt a gyerekek egy nagy motiváció, tehát ez egy jutalom, aki ide eljöhet. Úgyhogy nem is azt válogattuk igazán, aki a legtehetségesebb, hanem inkább aki a legtöbbet dolgozott az órán, illetve a kölyök atlétikai versenyek kapcsán az edzéseken. A kölyök atlétika program célja a sportág mozgásanyagának élményszerű megismertetése a gyerekekkel, miközben mind a fizikai, mind pedig a koordinációs képességeik is fejlődnek. Fontos, hogy a fiatalok megszeressék a mozgást. Emellett a program feladata az is, hogy segítsen megtalálni a tehetségeket az atlétika és más sportágak számára.